szorítás mozgalom mindig is fontosnak tartotta, hogy az átlag emberek problémájával foglalkozzon. Ezért az első indítványom itt a parlamentben egy olyan eseti bizottság létrehozása, amely a devizahitelesek problémájával, a kilakoltatási válsággal és a lakhatási válság felszámolásával foglalkozna. Az eseti bizottság ideje alatt, ami másfél évig tartana a működése, megszűnnének a kilakoltatások, és mire az bizottság elvégezné a munkáját civilekkel, civil szervezetek bevonásával és természetesen az összes parlamenti párt bevonásával, addigra kidolgozná azokat a megoldási javaslatokat, amelyek felszámolnák a devizahitelesek problémáit, illetve a lakhatási válság problémáit, ami Magyarországon a lakosság döntő részét érinti. Sajnos a javaslatomat a Fidesz-KDNP a bizottságban az első körben levett a napirendről, másodszorra, amikor ezt tárgyalta volna a bizottság, nem jöttek el, harmadszorra pedig azt mondták, hogy a Fidesz-KDNP az elmúlt 8 évben mindent megtett ezekért az ügyekért, és most is megtesz, kvázi minden rendben van, és ezért leszavazták. Szerencsére a többi parlamenti párt, ellenzéki párt azért mellénk állt ebben a bizottságban, ezt köszönjük is. Most ott tartunk, hogy egy rendkívüli eljárással mégiscsak a plenáris ülé hozzuk ezt a javaslatot. Holnap fog napi rendre kerülni, holnap lesz a vita és kedden lesz a szavazás. Arra kérünk benneteket, hogy figyeljétek a híreket, figyeljétek a híradásokat, azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon fontos ügy. Mindent meg fogunk tenni azért, hogy a devizahitelesek problémáját, a kilakoltatásoknak a problémáját, illetve azt az általános problémát, hogy Magyarországon lakni egyre nehezebb, és hát gyakorlatilag egy minimál bérből ma már nem jön ki egy albérlet ára, vagy egy hitel ára, hogy ezt a problémát elkezdjek orvosolni az ország, azon leszünk, hogy erre megoldást találjunk. Reméljük, hogy a parlamentben, azért a plenárison a Fidesz-KDNP is be fogja látni, hogy ezzel az üggyel foglalkozni kell, nem lehet a szőnyeg alá söpörni, hiszen itt milliókat érintő problémáról van szó.